a csaj, aki jön, amit ő éppen a 15 éves fiú tüsszentés közben oda turházna a képer. Nem, még annyit se ér, még az is többet ér, ugye, jól mondom? Igen. Hölgyeim és uraim, színpadon Mondik Noémi, de várjál még, mert még szeretnék néhány dolgot felolvasni rólad. Például ezek a kép aláírások. A betoncsúszda körül véres volt a föld az óviban, mert minden héten legalább egy gyerek feje betört, nénik daganatos tacskót sétáltatnak. Oviban töltött éveim jelentős hányadát azzal töltöttem, hogy a cicamászóka alatti mélyedésben összegyűlt pocsolyából a többi gyerek számára halálos csapdát készítsek, nyílhegyes lándzsák, gajjak és gyilkos futóhomok sár felhasználásával. Igen, és ha már itt vagyunk szemben, akkor én nagyon már készül a játék, ahol Noéminek a kispesti otthonából a határúti metró aluljáróig kell eljutnia, és hogyha lehet esetleg választani, akkor szerintem is sokkal jobb lenne, hogyha nem csak így letűnne, hanem leolvadna a hús a csontokról. Hölgyeim és uraim, Mondik Noémi. Szóval sziasztok, jó estét! Most arra gondoltam, hogy megmutatok egy pár képet, és... ennek a kapcsán elmondom, hogy miért születtek, és mit gondolok a szabadságról, mit jelent számomra. Én Kispesten nőttem fel egy panellakásban, és ezzel nem is volt problémám, amíg kicsi voltam, de ahogy cseperedtem felfelé, úgy egyre inkább elviselhetetlenebbé vált, és ez volt az egyik első kép, amit készítettem, és gyakorlatilag minden megjelenik rajta, amit 19 évesen börtönöm rácsának éreztem, és ez főleg a privát szféra hiánya volt. A bal oldalon látható édesanyám domestosszal a kezében, a lábánál porszívó, mellette a kis testvérem etetőszékben, kint természetesen tombol a vihar, a szomszédok tévéznek hangosan, mint mindig, én pedig a padlón ülök a laptopommal. Ennek a képnek hasonló a témája, a szereplők balról jobbra, Áronka nagymamája és Áronka a 9-ről, Karcsi bácsi a 10-ről, az elhízott nő és az elhízott nő elhízott édesanyja a 2-ről, a katonaruhás ember, aki fogalmam sincs, hogy hol lakott, de folyamatosan a ház előtt ült egy padon sörrel a kezében, a roma férfi a 10-ről, a vakfiú a 7-ről és a családom. Ez a kép az Áronka eldöntötte, hogy árufeltöltő lesz címet kapta, mert az előző képen is szereplő Áronka előszeretettel köpte le a lift gombjait és vizelt a lift padlójára. És egyszer a matek füzetével tette ezt, és megérintette a látvány. Ez a látvány mindenki számára ismerős, lehet a lomtalanítás látvány az ablakomból. Ez a kép a Koszorú utca címet viseli, van egy párja, de azt most nem hoztam el. Itt van a már említett, a betoncsúszda körül véres volt a föld az oviban, mert minden héten legalább egy gyerek feje betört című kép. Ez is az egyik első volt, amit készítettem. Hát amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor a középiskola utolsó hónapjait végeztem, és nagyon nagy dilemma volt számomra, hogy felvételizzek-e. Ugyanis a szüleim nagyon ellenezték, mert nem tudtak anyagilag támogatni, és... Ezt be kell látnunk, hogy egy 10 fél éves nappali képzés elvégzése igencsak nehezen megy szülői támogatás nélkül. Nem voltam egészségileg sem a legjobban, ezért nem gondoltam, hogy fogok tudni mellette dolgozni. És hát amúgy is egy művészeti diploma nem jelenti azt, hogy ha elvégzem az 5 éves képzést, akkor lesz miből élnem és lesz munkám. Szóval hát nyilván nagyon elszomorodtam, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha rendesen tudnának támogatni, és milyen rossz nekem, és teljesen nyakig süllyedtem az önsajnálatban. Ez a kép azt ábrázolja, hogy egy leárazott blúzt vettem a New Yorkerben, ezért nem maradt pénzem rendes étel és silány minőségű párizsit ettem száraz zsemlével aznap is. Hát eszméletlenül nyomasztottak a szürke hétköznapok és az emberek megalkuvása a saját életükkel. Ez a Fejősi vagy Csajok című kép a háttérben látható hirdetésről kapta a címét. Ez pedig a Vasvirág Vulévu. Végül felvettek a képzőművészeti egyetemre, miután eldöntöttem, hogy jelentkezek-e egyáltalán. Amellett döntöttem, hogy igen, most negyedéves vagyok. Ez a kép a
ez a kép halásztanár úr művészetpszichológia óráját ábrázolja, mielőtt még megtudtam, hogy túl sokat hiányoztam, ezért nem fogja aláírni az indexem, és feleslegesen járok be. Ez már a vizsgai időszaka, bárcsak bejártam volna esztétikára, és lennének jegyzeteim egy című kép. Ez pedig a bárcsak bejártam volna esztétikára, és lennének jegyzeteim kettő. Ez egy átmeneti kép. Jellemzően akkor kezdtek el olyan képeim születni, amiken nem én voltam, és a hatalmas önsajnálatom a főszereplő, amikor egy kicsit úgy éreztem, hogy egyenesbe jött az életem, egyetemre járok, talán még el is tudom végezni, és nem egy panelban fogok megöregedni. Szóval amikor ennek a reménye felcsinant, akkor kezdtem el inkább a tágabb környezetemmel foglalkozni. Ennek a képnek a címe a bomlott elméjű hajléktalan úr összeszólalkozik a talajjal, majd levizeli azt. Támadtak emiatt a kép miatt a közelmúltban, az a vád ért, hogy én esztétizálom a szegénységet, és káros képet közvetítek ezáltal a befogadó közönségnek. Én fontosnak tartom elmondani azt, hogy szerintem az káros, hogyha a szegénység mindennapos formájának az ábrázolását nem tartjuk elfogadhatónak. Ez a Piknik 2 című kép, a két változata van, csak a QR kód változik rajta, ezen egy online cikkre mutat a hajléktalanok közterületről való kitiltásáról. Szóval ilyen és ehhez hasonló jelenetekkel mindannyian találkozunk minden nap, és szerintem természetes, hogy ez is méltó arra, hogy ábrázoljuk és beszéljünk róla. Én mindig valós élmények alapján dolgozom, olyanokat rajzolok le, amiket vagy láttam a két szememmel, vagy átéltem és velem történtek meg, de mindenképpen valamilyen módon ott voltam és részt vettem benne. És szóval azt gondolom, hogy ezekről a helyzetekről beszélni kell, mert ez van, nem szabad ezt szőnyeg alá söpörni, és elég gyors voltam, meg eléggé kapkodtam, és eléggé izgulok, de remélem, hogy kiderült ebből, hogy engem főleg azok a helyzetek inspirálnak, és főleg abból merítek, amikből nehéz, vagy szinte lehetetlen külső segítség nélkül kimozdulni, jelentse ez akár az én piti problémáimat, vagy ennél általánosabb és nagyobb dolgokat. Hát, és tulajdonképpen a szabadság számomra azt jelenti, hogy ezekről lehet, és szabad, és kell beszélni, és hogyha csorba esik valamilyen szabadságunkon, arról szintén beszélhetünk. Hát, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. I'm going to go to the next one.